Mester úr, tisztelendő urak, tisztelt karnagyok, tisztelt igazgatóasszony, tisztelt meghívott vendégek és kórusok, kedves gyerekek, és nem utolsó sorban kedves közönségünk. Vážený pán starosta, vážený dôstojný páni, vážení dirigenti, vážená pani riaditeľka, vážení hostia, milí deti, milé obecenstvo. Nagy szeretettel és hálával köszöntöm Önöket a Magyar Kórus Éneklés Múltja és Jövője Kolomban című fesztiválon. A fesztivál a jubiláló Koloni Zobornangja vegyeskor szervezésében valósul meg. Szinte hihetetlen, de a kórus immár fél évszázados múltra tekinthet vissza. Z veľkou radosťou a vďačnosťou vás vítam na festivale s názvom Minulosť a budúcnosť maďarského zborového spevu Kolina. Festival organizuje spevácky zbor Zobrhangja, ktorý v rámci festivalu oslaví 50. výročie svojho založenia. A rendezvénynek alig ha lehetett volna méltóbb megnyitója. Ezúttal is köszönöm a Koloni Magyar Alapiskola kisdiákjainak, a jövő nemzedékének, hogy énekükkel szebbé teszik a fesztivált. Ďakujem žiakom Maďarského oddelenia miestnej základnej školy za ich krásne a milé otvorenie festivalu. Ez fél évszázad rengeteg idő. Egy kórus életében még többnek számít. Itt mondanám el, hogy egészen pontosan tavaly lett 50 éves, a járványügyi helyzet azonban megnehezítette a szervezést. A Koloni Zobornangja vegyeskar 1971-ben alakult Dunajszky Géza vezetésével. Az évek során több karnagy vezette a kórust, mint dr. Simek Viktor, Búzs született Brad Gabriella, Szolár született Balla Viktória, Varga Imre és Varga született Tóth Hanáta. 2013-tól a kórus karnagya Csáki Antal. A galántai kodálylapokon eddig 6 aranyposzoros minősítést szerzett. A kórus körülbelül 2 hetente próbál, de van, amikor intenzív összpontosítást tart egy-egy hónapban. Az ifjak és az öröfifjak lelkesedéséhez természetesen a próbák utáni közös dalolások, ünneplések is hozzájárulnak. Rengeteg helyen megfordultak, énekeltek például Budapesten, Sopronban, Lyonban, Komáromban, Tokajban, a sor hosszú. Legutóbbi útjuk egy nemzetközi zenei fesztiválra vezetett Prágába. Miešaný spevácky zbor Zobornangja bol založený v roku 1971 pod vedením dirigenta Gézu Dunajského v Kolíne. Od svojho vzniku zbor spolupracoval s viacerými dirigentmi, ktorí svojim štýlom a pohľadom na zborový spev obohacovali činnosť súboru. Dirigentskú palicu si vymenili dr. Viktor Šimek, Gabriela Búš, rodená Brat, Viktória Szolár, rodená Balla, Imre Varga a Hajnalka Varga, rodená Tóth. Od roku 2013 zbor vedie Antal Csáki. Na celoštátnej súťaži maďarských speváckých zborov na Slovensku, Kodájové dni, sa 6-krát umiestnil s hodnotením Zlatom pásme. Kérem, engedjék meg, hogy most a fesztivál elején megköszönjem minden kórustagnak, volt és jelenlegi karnagynak az elfáradtságát, kitartását. Ma 50 év elteltével is magyar kórus áll Önök előtt. És ez köszönhető annak, hogy minden egyes kórustag szívét, lelkét teszi bele a éneklésbe és a közösség építésébe. A felhangzó dallamokra szeretnének hálát adni Istennek, valamint megemlékezni a kórusért élő, hitük szerint felülről velük együtt éneklő kórustagokról is. Név szerint Sándor Jánosról, Balkó Mihályról, Bányi Antalról, Benc Józsefről, Molnár Györgyről. Kérem, fogadják szeretettel a jubiláló kórus műsorának első részét. Po slávnostnom otvorení si prosím vypočujte prvú časť programu jubilujúceho zboru. Nech zaznejú piesne na chválu Božiu a na počest zakladajúcich členov. Na úvod zaznie jedna veľmi populárna skladba Laudate od súčasného skladateľa Muša Mistera. Elsőként egy kortárs szerzőtől, zeneszerzőtől, Ludwig Lisztertől hangzik fel kórusmű, amelynek a címe Laudate.
Utána következik Tóth Árpád Mária, Mária, majd Franz Bido, Ave Maria című műve. Po úvodnej piesni si môžete vypočuť skladby Mária, Mária od Árpáda Tóta a Ave Maria od Franza Bidla. Vezíňal diriguje Čáky Lantau. Thank you.
negyedén napsugárnőjükat és karnagyukat Mészáros Anna. Szrésnömi támlásra hoztja Zsönszki Szpevácki zbor napsugár, a negyedú, a jó dirigentú Anna Mészáros Anna. Az éneklés szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is. Kodály Zoltán ezer szavaival indult a negyedi napsugár énekkar pályafutása 22 évvel ezelőtt, és mára már ez vált az énekkar mottójával is. Történetük 2000-re nyúlik vissza, amikor a helyi általános iskola nyugalmazott zenekarára, Habán már életre hívta a társulatot, többek között volt tanítványai segítségével. Sajnos 2008-ban a kórus elveszítette alapítóját, így annak vezetését az egyik kórustag Mészáros Anna vette át. Fennállásuk óta számos hazai és külföldi rendezvényen vettek már részt, köztük a Csitár községbeli Kodály Zoltán emléknapokon és a Komáromi Református Egyházmegyei énekkarok találkozóján. Magyarországon, Győrben, Szászváron, Bolyban és Törökbálinttal léptek fel, Horvátországban pedig Csúsz, Kopács és Szent László községekben öregbítették falujuk hírnevét. 2017 óta a kórus egy állandó zongoristával bővült, Csontos Csaba személyében, aki ma is kísérni fogja őket. Zsöszki Szpevácki zbor Fikonna podnyit miestneho učiteľa hudby Marka Habána v roku 2000. Od svojho vzniku sa pravidelne zúčastňuje na viacerých domácich a zahraničných podujatiach. Od roku 2008 zbor vedie Anna Mészáros, od roku 2017 ich na klavíri sprevádza Csaba Csontó. Műsorunkban felhangzik. Ich v podaní zaznie nasledovné diela. Kádár Ferenc, Messziről szálldaló. Antonín Dvořák, Égi Szent Békre jöjj. Marco Frizina, a Néma Krisztú. Mendelzon Bartoldi, Búcsú az erdőtől. Bortnyánszki, Töve Poyen. Engelhardt, Ave Maria. Mozart, Ave Verón. Rutter, Gyönyörű mint. Vezényel, diriguje, Mészáros Anna. Yeah.
és hegyeskarát, és karmagyám a pápfeleségetet. A tokai énekkar immár több mint 10 éve a barátokról is volt. Na, Dagmirágyi Zsömezinami Mózsömet Brigittát, más gyalsi priátyasztíz pedálkész volt, Tokai Város Vegyeskara, a Jóan Zürigen, Erzsébet Pászol. Tokai Város Vegyeskara Amatőr Művészeti Egyesület 1988-89-ben alakult. Létszáma körülbelül 30 fő. A kórus rendszeresen szerepel Tokai Város kulturális rendezvényein és egyházi ünnepein. Kiemelt esemény a római katolikus templomban az adventi, a görög katolikus templomban a nagybőti, és a református templomban adott pünkösdi hangversenyük, de szívesen mennek mindenüvé, ahová hívják őket. Rendszeresen minősítették magukat Egerben az Éneklő Magyarország szakmai zsűri előtt, ahol kaptak már aranyminősítést, kiemelt dicsérettel, fesztiválkórus és gálakórus címet. Városok vezetése is többször elismerte tevékenységüket. A Pro-Urbe-díjat megkapta karvezetőjük Pásztor Istvánné, majd a kórus is. Részük van abban, hogy Tokaj megkapta a Kultúra Városa címet. Repertoáruk nagyon változatos. Műveiket a kapella, zongora kísérettel, vagy más ritmus hangszerrel kísérve, néha zenekarral adják elő. A fellépéseiket kiváló szólistáik színesítik. Utazó énekkarnak mondják magukat. Bejárták szinte fél Európát. A kórus életkora meghaladta 30 évet, így már van mire emlékezni, ezért 5 évente ünnepelnek egy-egy nemzetközi kórus találkozóval. Ilyenkor külföldi és hazai baráti kórusaikkal újra találkozhatnak. Szövetkészből Tokai Város Vegyeskarai Amatér Szigmanecki volt. Ktorý vznikol v roku 1988, 89, hoď vedení Erzsébet Pásztor. Spájají láska k spevu a pocit spolupatričnosti. Pravidelne vystupujú na kultúrnych podujatiach mesta Tokaj, pretestovali veľkú časť Európy, radi spievajú všade tam, kam ich pozvú. Mají műsoru. V ich podaní zaznijú nasledovné diela. Mert van, ki minden plát. Franz Schöll, variációk egy Schubert témára, Tisztrán. Pászti Miklós, lakodalmi rigmusok. Horácio Vecchi, eljött az óra. Karai József, ugrótánc. Ismeretlen szerzőműve, Jess Kahn. Stephen Schwartz, Egyiptom hercege. Vezényel, dirigúje, Pásztor Erzsébet. Zongorán kísér, klavírnész Prévot, Sütő Edit. Fuvalán közreműködik, Flautovész Prévod, Mezei Viktória.
C-mel Franz Schubert-től. Thank you.
Thank you.
Shubhi Avadu, Shubhi Avadu.
Éva, Tomás Kor, Zobor Maria Vegyeskar. Műsorunk második részében a következő művek hangzanak el. Ruhecsászki programú, Nazim Lászlóba Megyéla, Erik Vitekár, Flow, Maurice Birthday, Afra Pér, Baromci Bárdos Tamás, Püsztudája, Krisztofer Tim, Baba Jeku, Vezénye, Dirigúje, Csáki Anza, Zongorán kísér, Klavírné Sprévod, Marek Strabák, Dzsembén kísér, Sprévod Legenda, Géci Tóth Rita, Szóló Kénekel, Szóló Sprévájú, Obonya György és Obonya Kriszti. Thank you.
Biblia, Isztára alakít a 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 Biblia, Biblia, Isztára alakít a Biblia, Isztára
más rendezvénynek, a mai koncertünknek is vannak társszervezői, akik nélkül nehezen tudtuk volna ezt az eseményt megvalósítani. Mégpedig az Élőzobarai Apolgári Társulás, Kolon Község, a Koloni Egyházközség, a Vínum de Kolon Társulás. A rendezvény a kisebbségi kulturális alap anyagi támogatásával valósul meg. Spoluorganizátori naša podujatia sú občianske združenie Élőzobora Jadzsive Podzoborie, obec Kolíňany, farnosť Kolíňany, združenie Vínum de Kolon. Festival je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Záróakkorként a Szia Hamba című afrikai dalt hallhatják a koloni kisdiák közelműködésével. Na záver, spoločne so žiakmi miestnej základnej školy zaznie africká pieseň s názvom Szia Hamba. Milí prítomní, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie na náš koncert a postili ste nás svojou prítomnosťou. V mene svojom i v mene účinkujúcich zborov vám želám, aby ste si tieto krásne melódie odniesli vo svojich srdciach, aby ste zostali naplnení kultúrnymi zážitkami z dnešného dňa. Kedves jelenlévők, köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. A magam és a kórusok nevében kívánom, hogy vigyék magukkal a szép dallamokat, meghitt pillanatokat, és kívánjuk, hogy a ma kapott kulturális élmény még sokáig önökben éljen. Köszönöm.